Európa legnagyobb tűzijátéka volt tavaly augusztus 20-án Budapesten az államalapítás ünnepén, ami idén 2,4 milliárd forintból még nagyobbat durran szervezők szerint. A fővárosi gigarendezvény mellett Számos településen ünneplik Magyarország születésnapját, szabolszat már berekben is. A vármegyében van, ahol már csütörtökön indulnak a programok. Ibrány városa például augusztus 15-től egészen 19 ig vagyis csütörtöktől hétfőig szervezi programsorozatát. A sor kerékpárversennyel indul, péntektől pedig koncertek, főzőverseny és gyermekműsorok váltják egymást egészen hétfő estig. Csengerben a Csengeri Napok programsorozat sporteseménnyel indul 15-én. Az ünnepi programokat 16-án tartják a városban. Aznap Csenger központjában reggel 8 órától kezdődik a Zsigmondi vásár, délután fél négytől pedig a városi ünnepség a Szent István téren. Itt este 8 órától a Bagosi Brothers, majd tűzijáték és nyári parti is várja a közönséget. Augusztus 17-én szombaton a 24. Nemzetközi Szilva-Lekvár főző fesztivált rendezik meg Szatmárcsekén. A településen hagyományőrző csoportok műsorai és táncház várja a közönséget, de könnyű zenei fellépők is színpadra lépnek. A 15. Kántémus Nemzetközi kórusfesztivál eseményei is emelik a vármegye ünnepi program kínálatát. Szombaton 18 órától megyeszerte ingyenes koncerteket láthat a közönség, a Vállai Római Katolikus, a Tiszadadai Református, a Nyírbogáti Görög katolikus és a Nagyecsedi Református templomban. A Kórus Fesztivál vasárnapra is kínál csemegét, a találkozó egyik leglátványosabb és legszórakoztatóbb ingyenes programja a Folklórest. A koncertet a hagyományokhoz híven nyiregyháza főterén tartják este 8 órától. A hosszú hétvége programsorozata hétfőn is kínál rendezvényeket. Új augusztus 19-én a Szent István napi sokadalommal várják a közönséget. A programok már reggel kilenckor elkezdődnek a béketéren, ahol többek között Takács Nikolász és Ice MC is fellép a nap folyamán. Este 10 órától a tűz zsonglőrök produkciója, majd fél 11-től utcabál kezdődik. Augusztus 20-án az államalapítás ünnepén Kisvárda családi és gyermekprogramokkal vár mindenkit a Flórián téren. Máté Szalkán, Szent István király és az új kenyér tiszteletére rendeznek városi díszünnepséget aznap délután a Szent Péteri Zsigmond Művelődési Központ és Színházban. Záhonyban kedden egésznapos rendezvényel várják a közönséget, az államalapítás ünnepén a 10. Nemzetközi Néptáncfesztivál programjait is kínálják az ideérkezőknek. Nagykállóban a Kállai Kettős téren tartják a városi ünnepséget, ahol Sasvári Sándor és Léna ünnepi műsora és a Grácia Hegedű Trió koncertjét követően tűzi játék is várja az érdeklődőket. Tisza Vasváriban a találkozások háza előtti térre érdemes ellátogatni, este héttől kezdődik a kenyérszentelés, a napot Edda koncert zárja. A Sóstói Múzeum idén is tartalmas hagyományőrző programokat kínál augusztus 20-án, a látogatók bepillanthatnak az aratás lépéseibe és ízletes kemencés kenyeret is kóstolhatnak, sőt a vállalkozó kedvőek meg is süthetik azt a gazdasszony gazda kovászos kenyere versenyen. A családi programok 10 órától 18 óráig tartanak majd a Múzeumfaluban. A vármegyeszékhelyen 18 órától a Váci Mihály Kulturális Központban tartanak ünnepi műsort, este 8-tól pedig a Kossuth térre várják a közönséget. A Tortuga koncertje után 21 óra 30 perctől tűzi játék zárja a napot.